Tóth Julianna, a karcagi Nagykun Református általános iskola 8-osa, a Szolnoki Sportcentrum leány kosárlabda szakosztályában játszik. A tehetséges fiatal lány mindene a kosár. Távlati terveit is ebben képzeli el. Tóth Julianával, a karcagi Nagykun Református iskola végzősével arról beszélgetünk, hogy hogyan is jött az életébe a sport, és miért pont ezt a sportágat választotta. Mikor kezdtél sportolni? Hát most múlt december volt 5 éve, 3. év végén kezdtem el. Hát volt egy edző karcagon, Rideg László, aki nagyon szerette volna, hogy elkezdjem, és addig járt, addig kereste anyáikat, amíg el nem kezdtem, és azóta kosarazom. És miért pont a kosár? Hát nem tudom, táncoltam is, de valahogy ez maradt az, amit nagyon-nagyon szeretek. De mi jelenti a szépséget a kosárban? Minden. És csapatmunka, az nagyon-nagyon szeretek csapatba dolgozni. Egyénileg már nem annyira. Meg tetszik minden, a labdajáték, hogy kell, mind kell, minden jó. Úgy tudom, hogy nagy előrelépés is történt ebben az ügyben az életedben, hiszen Szolnokra is beválogattak. Mesélj erről egy picit, hogy ez hogy volt, ki figyelt fel rád, hogy kerestek meg? Hát ez úgy volt, hogy 2 évet kosaraztam karcagon, és 3 év, most lesz a 3. éve Szolnokon. Volt egy meccsünk Szolnok ellen, és anyáik is, meg én is úgy gondoltuk, hogy jobb lenne ott, és beszéltünk a szakosztályvezetővel, Tóth Viktorral, és meg elsőnek úgy volt, hogy csak bejárok edzésre, de utána az lesz, hogy átigazoltam oda, és szerintem nagyon jó döntés volt, és persze anyáik is nagyon sokat tettek hozzá. Mesélj egy picit a iskolai dolgokról. Mik a kedvenceid, miben vagy kiemelkedő a testnevelésen kívül? Hát én az iskolában hát nem nagyon vagyok úgy kiemelkedő, nem járok semmilyen versenyre, meg semmi ilyesmi. Tehát tanulás... Sport a minden? Igen, igazából az a tesi órák, azokat nagyon szeretem. Hát szeretek még rajzolni, szeretem a rajzórákat, meg az informatika órákat is úgy szoktam várni, de úgy nem nagyon szeretem egy tantárgyat se. Mi leszel, ha nagy leszel? Tehát 8. után hol folytatod? Szolnokra megyek a Széchenyi István gimnáziumba, testnevelés szakra, és utána majd jön. De akkor gondolom, egy ilyen edzőség, válogatottság, tehát ha játszunk egy kicsit a gondolattal, akkor mi van benne? Hát szeretnék minél magasabb szinten kosárlabdázni, és ameddig lehet válogatott és játékos lenni. Utána majd jött az edző, meg a szakma, de minél tovább szeretnék játékos lenni. Tehát akkor tulajdonképpen a következő 15 éved, az biztos, hogy a kosár körül forog. 1000% biztos. Melyik meccsen voltál a legeredményesebb? Tehát mondjuk mennyi kosarat dobtál? Mi a rekordod? Hát azt úgy emlékszem, hogy a 25 pont talán meg volt az egyik meccsen. Nemrég kaptam egy egynapos tornán Pesten a csapat legjobbja díjat. Sose kaptam ilyen díjat, szóval nagyon örültem neki. Mitől lesz valaki a csapat legjobbja? Hát az edző döntött el, hogy kikapja meg, és azt mondta, hogy most megérdemeltem én. És te hogy érzed, mivel érdemelted ki? Hát szerintem ugye kitartásom miatt, mert mindig ott voltam, mindig számíthattak rám, és a védekezésem az nagyon jó, és támadásban is inkább próbálkozom.